Az irgalmasság évében a nagyváradi Római Katolikus Egyház megye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Áldozó csütörtökön, Urunk mennybe menetelének ünnepén, 2016. május 5-én, 18 órakor a nagyváradi, madarászi, bodonosi, baromlaki, magyarpataki, élesdi, belettyószéplaki és sárányi szlovák ajkú hívek zarándokoltak a Székesegyházhoz, hogy Isten irgalmasságáért esedezzenek. Am venit în această biserică pentru a mă ruga pentru sănătate, putere, pace și iubire. Dumnezeu să fie cu noi. Am venit să ne rugăm pentru sănătate și pentru familia noastră. Grupul nostru de credincioși, împreună cu toți credincioșii din toate parohiile slovace, noi venim de la Burumlaca cu satele afiliate Foglaș și Zăuan, Băi, ca să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne ocrotească, să ne ierte păcatele și să ne acopere cu bunătatea și cu iubirea sa. Nagyon örvendek, hogy olyan szép számba jöttek a szlovák hívek ide Váradra, Székesegyházba. Mindenki azzal a szándékkal jött, hogy átlépjen a Szent Kapót és búcsú nyerjen. Szóval velmi rád, hogy vidím tento kostol, tento chrám, túto katedrálu takú plenú, so slovenskými veriacimi, ktorí prišli zo všetkých várností. Kis Albert és Lőrinc Otto, a székes káptalan kanonokai fogadták a vendégeket a Székesegyház bejáratánál, a Szent Kapunál. Böcskei László megyés püspök volt a Szentmise főcelebránsa, aki a bevezető részben köszöntötte a több száz szlovák nemzetiségű zarándokot, a magyar ajkú nagyváradi híveket, akik az ünnepi Szentmisére jöttek, illetve különleges vendégként a két tézéi testvért, akik a hétvégén Nagyváradon megtartott regionális tézéi találkozóra érkeztek. A Szentmise előtt és alatt a híveknek lehetőségük volt a Szent Gyónás szentségéhez járulni. Az ünnepi szónok Maskara János belettyószéplaki plébános volt, aki az isteni irgalmasság megtapasztalására és tovább ajándékozására buzdította a híveket. Történelminek nevezte a csütörtöki zarándoklatot és szentmisét, hiszen bár a múltban többször zarándokoltak szlovák hívek a nagyváradi székesegyházhoz, különösen az egyházmegyei zarándoklati napra, most először szerveztek zarándoklatot kifejezetten az egyházmegye szlovák nemzetiségű hívei számára.